Molnár Miklós ifjúsági versenyzőként felállhatott a világbajnoki dobogó harmadik fokára, majd a felnőtt mezőnyben magyar bajnoki érmeket szerzett. Pályafutása befejezését követően a szeniorok között világbajnoki ezüstig jutott, aztán felhagyott a sportággal. 3 évvel ezelőtt tért vissza egy Európa-bajnoki 6. helyezéssel és egy szakításban elért magyar csúccsal, majd újabb szünet következett. Az 55 éves sportember az idei világbajnokságon tért vissza a súlyemelő dobogóra. Elmentem a senior világbajnokságra, a németországi Heinsheimben rendezték meg, és itthon már megmondja a két felkészítőm, a Fitchor József és a Simcsina Mihály is, hogy kissé önfejűen úgy döntöttem, hogy ha nem nyerek, akkor nem csikol engem, hogy második vagy harmadik leszek. Nyerni szerettem volna, a legmagasabb kezdősúlyt diktáltattam be, amit 3-szor elrontottam. De nem várhattam igazán csodákat, csak mondom, az agy felülírja sok esetben az izmot, és 3-szor betlisztem. De viszont az eredmény bennem volt. Molnár Miklós november végén a kazincbarcikai Szabó Ferenc nemzetközi emlékversenyen 5-ször javított országos csúcsot úgy, hogy szakításban 95, lökésben pedig 115 kg-ig jutott. Ezeket a csúcsokat még sófoljuk egy picit. Van, aki azt mondja, hogy képes lehetek a korosztályom világcsúcsára is, de maradjunk abban, hogy javítgassuk a magyar csúcsokat feljebb-feljebb. Mivel a 2017-es Masters világbajnokságot Új-Zélandon, az Európa-bajnokságot pedig Svédországban rendezik meg, a költségek miatt azokat kihagyja a súlyemelő, aki így a 2018-as budapesti kontinens viadalt célozta meg. Molnár Miklós még elmondta, hogy edzőként is szeretne visszatérni a sportág vérkeringésébe.